Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket! Önök a Dombó Televízió híradóját látják január 15-én. Folytatódik a városrehabilitáció, infrastrukturális fejlesztés és felzárkóztatás indul a Szigetsor vasút szegregátumban. Szakmai képzéseket szerveznek pályázati forrásból, aláírták a szerződést a projektet lebonyolító céggel. Már gyakorolnak a borbírák, februárban értékelik a 35. dombóvári borverseny nedűit. 200 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert el Dombóvár város önkormányzata és a Dombólend térségfejlesztő Kft. A Szigetsor vasút szegregátum rehabilitációjára. A toppos pályázat megvalósulását egy intézményekből és civil szervezetekből álló úgynevezett támogatócsoport segíti. A Szigetsor vasútrészben élő hátrányos helyzetűek életkörülményeinek javítására 200 millió forintos pályázati támogatást nyert el az önkormányzat, ennek részleteit Szente Ferenc projektmenedzser ismertette. Egyrészt lakófunkciót erősítő tevékenységek valósulnak meg, melynek során 10 darab szociális bérlakás kerül teljesen felújításra, ezáltal korszerűbb lakókörülményeket biztosítva a hátrányos helyzetű lakosság számára. Szolgáltatás fejlesztése, közösség fejlesztése is sor kerül. Ennek keretében egy szociális iroda, közösségi tér, illetve szociális blokk kerül létrehozásra a Gem csarnok területén. A beruházás részeként egy infrastruktúrális fejlesztés is megvalósul, így például felújítják a járdákat a Rét és az Erdősor utcában, új aszfaltos burkolatot kap a Szigetsor utca és csapadékvíz elvezető rendszereket alakítanak ki, hangzott el a projekt bemutatásakor. Dombóvár elmaradott részei már több városrehabilitációs programban folyamatban. Ennek lebonyolítását egy támogató csoport segíti. Ebben a támogató csoportban elsősorban olyan civil szervezetek, illetve intézmények kapnak helyet, akiknek van kapcsolata ezekről a területekről jövő, illetve ott élő célcsoporttagokkal, akik hátrányos helyzetben vannak, támogatásra szorulnak, és ugye ezeknek a projekteknek a célja az, hogy őket egy kicsit integráljuk a város lakosságának a többi részéhez. A Szigetsor vasút szegregátum fejlesztése már a közeljövőben elindulhat. A tervek elkészültek, lassan indítjuk a közbeszerzési eljárásokat, és szeretnénk, hogyha a tavasz vége felé a kivitelezés elindulna. Az érintett városrészen a közbiztonság javítása érdekében térfigyelő kamerarendszereket is kialakítanak majd. Ingyenes képzéseket szerveznek a jövőben óvónőknek, pedagógusoknak, önkormányzati és a szociális szférában dolgozóknak Dombóváron, Szakcson és Döbröközön. A tréningek a településekből álló konzorcium által elnyert EFOP pályázatból valósulnak meg. A képzésről szóló szerződést a Városházán írták alá a projektet lebonyolító céggel. Újabb mérföldkőhöz érkezett Dombóvár az EFOP pályázatban résztvevő településekkel együtt, hangzott el az eseményen. A közeljövőben egy képzéssorozatot indítanak el szakembereknek az elnyert pályázati támogatásból. Az erről szóló szerződést a Városházán írták alá a konzorciumi partnerek a projekt lebonyolításáért felelős pécsi székhelyű cég képviselőjével. A képzések egy része a Dombóváron működő, önkormányzati fenntartású óvodákban dolgozó szakembereknek szól. Ők többek között a fejlesztő pedagógia alapjairól, konfliktuskezelésről, a magatartászavarok és a hiperaktivitás felismeréséről kapnak szakmai továbbképzést. A projekt másik részében Dombóvár, Döbrököz és Szakcs önkormányzatának dolgozói, a két kis település óvonői és a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény munkatársai vesznek részt. A második részben pedig a humán közszolgáltatással foglalkozó szervezetek munkatársai vesznek részt, szintén hasonló kommunikáció, konfliktuskezelés, magatartászavar felismerése, személyiségfejlesztés, önismeret, szervezetfejlesztés témában.
Ezek rövid jellegű képzések, tehát 10-30 órában valósulnak meg. A tréningek a szükséges szakmai egyeztetéseket követően indulnak, maximum 20 fős csoportokban. Elkészült a 2018. évi önkormányzati munka leltára. A statisztikákat Szabó Lóránt polgármester sajtótájékoztatón ismertette. 29 alkalommal ültünk össze, és ebből a 29 alkalomból egy volt egy speciális képviselőtestületi ülés, úgynevezett közmeghallgatás. Több mint 600 döntést hoztunk, ez magáért beszél, nagyságrendileg hasonló, mint a 2017-es esztendő. Az üléseknek a száma percben kifejezve pedig hossza, az üléseknek a hossza percben kifejezve 1354 perc volt. A képviselőtestületre az idei esztendőben, mármint a 18-as esztendőben nem volt jellemző a fölösleges szószátjárság, az indok nélküli időhúzás. Úgy érzem, hogy a testület jelentős része nagyon hatékonyan, aktívan, érdemben látta el a képviselői munkáját. Kóla és chips helyett meleg főtt ételt egyenek a fiatalok. Erre próbálták felhívni a figyelmet az úgynevezett kajanapon. Január 10-én Dombóvár minden köznevelési és közoktatási intézményében az eddigieknél is változatosabb, egészségesebb ételeket főztek a menzán. Város szerte mintegy 1500 gyermek és diák kapta ugyanazt a menüt az óvodai, illetve iskolai menzákon január 10-én. A mai menü a Dombóvári Egészség nap keretében zellerkrém neves zellerkockákkal, grillezett csirkecomb, almával párolt lilakáposzta, steakburgonya és répatorta. Igyekszünk minden nap a gyerekeknek egészséges ételt adni, ugye az EMI rendelet is ezt kívánja tőlünk, és mi is ezen vagyunk, hogy mindig egészségeset egyenek. Hát a mai nap egy kicsit másabb annyival, hogy a répatortát is betettük a menübe. Az óvodások és az általános iskolások pedig vitaminos szívószálat kaptak a menühöz, tette hozzá az élelmezés vezető. Az úgynevezett kajanap ötletét Dombóvár polgármestere szolgalmazta. A cél felhívni a figyelmet az egészséges táplálkozásra, és arra, hogy a dombóvári konyhák ízletesen és finoman főznek. Főleg a szülőknek szeretnénk sugalni, hogy gondolják végig azt, hogy mennyire jó az, hogyha a gyermekük a zseppénzüket felhasználva, vagy amit otthonra elhoznak, inkább a büfében chipsre, kólára költik, ahelyett, hogy megfelelő főtételt, levest, megfelelő tápanyagú ételt fogyasztanának. A városvezető történelmi jelentőséget is tulajdonít az eseménynek. A január 10-i dátum az egy célzott nap, hiszen ma van pont egy éve, hogy jogerősen lezárult az a per, melyet aljas módon egy fideszes önkormányzati képviselő cége, Tóth Zoltánnak a cége indított a gyermekétkeztetési intézményünk ellen. A képviselő cége valamivel több mint 3 millió forintot követelt az integrált önkormányzati szolgáltató szervezettől, ám a pert első és másodfokon is megnyerte az alperes önkormányzat. A képviselőtestületünk javasolni fogja, hogy a városi egészségfejlesztési tervbe ez a nap kerüljön be, és minden évben meg fogjuk ünnepelni ezt a győzelmet. Elkezdték a szakmai felkészülést a Kertbarát Egyesület borbírái a februári 35. dombóvári borversenyre. Három alkalomból álló képzésen bővítik tudásukat, és gyakorolják a minták értékelését a tapasztalt szőlősgazdák. Összegyűltek a Kertbarát Egyesület borbírái. A három alkalomból álló szakmai képzés első tréningjén az eddigi tudásukat és tapasztalataikat frissítették fel a borosgazdák. Fehér és vörös nedűkön gyakorolták a borbírálat összetett folyamatát. A poharat a szem magasságába felemeljük, még egyszer megnézzük a bor színét, csillogását, majd szépen finoman megringatjuk a pohárba. Látszik a mozgásáról az üdeség, a frissesség, és az, hogy egy jó borral állunk szemben, azt már elmondhatjuk. A szemrevételezés az értékelés első szakasza. Ebből már az is megállapítható, hogy megfelelően volt-e kezelve a bor. Ez követi a szaglás, majd az ízlelés. Amikor megillatoljuk, hogy mennyire tiszta az illata, gyümölcsös virágillat, vagy van az illatban valami zavaró körülmény,
nem tiszta körülmény, ami kezelésre, tárolásra, borkészítési, érlelési hibákra utal. Az íz, hogy amikor megkóstoljuk, hogy ezek a különleges illatok, virágillatok, gyümölcsillatok mennyire jönnek vissza az ízében is. A dombovári borversenyre átlagosan 100-120 mintával neveznek a helyi és a környékbeli gazdák. Nagyon kell erre odafigyelni, mert egy emberről, egy gazdáról, egy tevékenységről, egy egész éves munkáról mondunk véleményt. Ugye lehet segíteni a borozgazdát, hogy előre lépjen, lehet biztatni, hogy most már jól csináltad, stb. A dombovári és környéki borok között minden évben vannak kimagasló minőségű nedük. A bírálat több napig is eltarthat, a zsűri ugyanis a legjobb szakmai tudását adja az értékelésbe. 95. születésnapján köszöntötték fel a városvezetők az egykori dombovári hímző szakkör vezetőjét, Élő Lajosnét. Még ma is büszkén mutatja szőtteseit, saját készítésű terítőit a dombovári Élő Lajosné. Rozika néni január 7-én töltötte be 95. születésnapját. Az egykori főkönyvelő és a legalább 2 évtizedig működő hímző szakkör vezetője ma már pihenéssel és újságolvasással tölti napjait. Hogy mi a hosszú élet titka, azt ő sem tudja, az évek viharos gyorsasággal elröpültek felette, meséli. Én is gondolkodtam rajta, mert ez azért ritkaság a családomban, sőt, talán nem is volt ennyi idős. De hát az évek csak mentek egymás után. 95. születésnapját családi körben ünnepelte. Egy fia, 4 unokája és 8 dédunokája van. A jeles eseményen 19-en voltak, meséli büszkén az ünnepelt. Gergő unokámnál, aki összehívta a családot, és apraja nagyja ott volt, és úgy köszöntöttek meg. A városvezetők is csatlakoztak az ünneplőkhöz. Nagyon sok boldogságot kívánjuk 95. születésnapja alkalmából. Szabó Lóránt polgármester, Kis Béla alpolgármester és Szatmári Gyula képviselő Magyarország miniszterelnöke által szignózott emléklappal, virággal és Dombovár légi felvételeit tartalmazó falinaptárral gratuláltak Rozika néninek. Felállítása után rögtön használatba is vették a belvárosi kutyafuttatót a 4 lábúak és gazdáik. Az önkormányzat több lépcsőben alakít ki a város területén zárt ebbfuttató rendszereket. Decemberben kerítettek le egy részt az önkormányzat dolgozói a Tinódi Ház és a belvárosi általános iskola közötti füves területen. Így kistestű kedvenceiket a mindennapos séta során már biztonságos, zárt helyen tudják szabadon engedni gazdáik. A kutyafuttatót rögtön használatba is vették a városlakók. A 10 hónapos viszki például minden másnap boldogan, szájában bottal szaladgál a területen. Szerintem remek ötlet, mert aki panelba lakik kutyával, az legalább tudja futtatni póráz nélkül, és el lehet vele játszani. Szóval szerintem jó ötlet. Az önkormányzat több lépcsőben alakít ki a város területén ebbfuttató rendszereket. A Konda völgyben lévő tavat fürdetésre jelölik ki, és itt a belvárosban is várhatóak még további újdonságok a házi kedvencek számára. Szeretnénk ezt a területet továbbfejleszteni, hiszen szó van arról, hogy egy helyi kutyás egyesülettel karöltve nagyon komoly kis játékpark is kialakul itt kutyák számára. Ennek az összege egy pályázatból lenne fedezve, közel 3 millió forint lenne, és hát reményeink szerint tavaszra ez meg is épülhet. A jövőben nagyobb területeket is ki fognak alakítani a kutyák futtatására, így a kertvárosban a Tulipán utca és a Gyöngyvirág körútnál lévő kiserdőben, a Katona József utcában és a Radnóti utca végén tájékoztatta híradónkat a városvezető. Most rövid híreink következnek. Vastapssal jutalmazta a közönség a dombovári ifjúsági fúvószenekar és a tücsökzenekar előadását a már hagyománynak számító újévi koncerten. A hangversenyen a 2018-as év zenekari zenészek kitüntető címet a tücsökzenekarban Rákosfalvi Milán István vehette át, az ifjúsági fúvószenekarban pedig Bíró Dávid kapta az elismerést. A koncerten ünnepi beszédet mondott Szabó Lóránt polgármester,
A tehetséges muzsikusokat pedig Kiszler Andráson kívül egy vendégkarnagy, Kerekes Béla is vezényelte. A Belvárosi Általános Iskola 8. osztályos ének-zene tagozatos diákjának, Horváth Hubának díjnyertes fotóiból nyílt kiállítás a Földi István könyvtárban. Az alkotások az Örökségünk című országos fotópályázatra készültek. Tillinger Sándor fényképész unokájának tehetségét már több alkalommal is elismerték. Horváth Huba az iskolában is szorgalmasan kattintja a fényképezőgépét a projektmunkák során. A kiállítás január végéig tekinthető meg a könyvtárban. Megjelent a Dombóvári Hírességek útja kiadványsorozat 5. része, amely Rákóczi János felsőleperdi születésű mesterszakács életútját mutatja be. Rákóczi János a konyhaművészet minden ágában alapos tudással rendelkezett, munkássága alatt számos nemzetközi elismerést szerzett. A széles körben ismertté vált süteményét, a Rákóczi túróst 1958-ban Brüsszelben mutatta be. A közkedvelt desszert 2016-ban bekerült a Tolna megyei értéktárba. A néhány oldalas kiadvány a Földi István könyvtár és a helytörténeti gyűjtemény gondozásában jelent meg. Programajánlóval folytatjuk. Dudás Nikolett akril festményeiből nyílt kiállítás a Tinódi Art Caféban. A fiatal tehetség a számára legkifejezőbb absztrakt képeit tárja a közönség elé. Az alkotások úgynevezett folyatásos technikával feszített vászonra készültek. Az élményfestő különböző anyagokat, például köveket is felhasznál egy-egy kép megalkotásához. Nikolett nem ad vezérfonalat a közönségnek, azt szeretné, hogy a nézők szabadon értelmezzék az egyes alkotásokat. A tárlat február 15-ig tekinthető meg. Kovács András Péter a Duma Színház társulatának tagja tart önálló estet január 21-én 18 órakor a Tinódi Házban. Előadásának címe Életed filmje, amely többek között az egyes életszakaszok legnagyobb elhasalásairól szól, vicces és elgondolkodtató stílusban. Színes programokkal, festménykiállítással, zenés előadásokkal várják az érdeklődőket a Magyar Kultúra napján, január 23-án a Tinódi Házban. Dombovára látogat és koncertet ad a népzene műfajának egyik legismertebb és szakmailag is elismert előadója, Kovács Nóri. Az ő nevéhez fűződik a Magyarország imásdal, a Repülj madár. Most pedig sporthíreink következnek Kurucz Gáborral. Köszöntöm én is Önöket, következzenek a sporthírek. Ismét nyertek hazai pályán a kosarasok. A PTP az sem jelentett gondot a DKKS fiúknak. Elkezdték az alapozást a DFC focistái, nagyszerű körülmények között edzhetnek. Értékelték az elmúlt évet a Dovasénél, nagyszerű teljesítményt nyújtottak az atléták. Az elmúlt év végéről elhalasztott mérkőzését pótolta január 13-án a Dombovári KKL csapata, amely az NB2-es férfi kosárlabda bajnokság nyugati csoportjának 9. fordulójában, otthonában a Szuhaj Sportcentrumban lépett pályára a Pécsi Egyetemi Gárda ellen. A vendéglátók igen motiváltan kezdtek, és ennek köszönhetően a küzdelmes első negyed végére 22-13-as vezetést szereztek. A folytatás is úgy alakult, ahogy azt a rövid pihenő során Szőke Balázs edző és tanítványai tervezték. A faul problémák miatt gyorsan parkettre kellett vezényelni a trénernek, az addig a cserepadon ücsörgő német Patrikot, és a találkozó előtti napon a 17. életévét betöltött Takács Arnoldot.
Mindketten jól szálltak be a játékba, távolról elvesztett dobásaik rendre a gyűrűbe hullottak, így a különbség a két együttes között hamar 20 pont fölé kúszott. A nagyszünetre a DKK előnye 40-19-re nőtt. A térfél cserét követően a pécsiek elkészültek az erejükkel, kevés ellenállást tanúsítottak az ötletesen támadó házigazdákkal szemben, akik az általuk megszerzett labdákból könnyű kosarakat szereztek a harmadik etapban. A zárófelvonásban nem változott a korábbiakhoz képest semmi. A dombováriak továbbra is örömjátékot mutattak be, a pécsiek pedig szenvedtek. A végeredmény 93-45 lett a DKK-e javára, így az alakulat tovább őrzi hazai veretlenségét a 2018-2019-es bajnokságban. Biztosak voltunk abban sajnos, hogy nem győzni jövünk Dombovárra. Egy tisztes helytállást és egy jó küzdést kértem a srácoktól, ami úgy gondolom, hogy az első negyedben tudott is teljesülni, de sokkal agresszívabb, sokkal szervezettebb, sokkal komplettebb játékot tudott játszani a Dombovár, mint mi. A védekezésünk nem is volt tragikus, mert úgy gondolom, hogy a 21-15-ös első negyed, meg a azt hiszem, hogy 40-nel fordultunk a fél időben. A másik negyedben 19 pontot dobott a Dombovár, ez szerintem Dombováron ennyi néző előtt 40 pontot kapni egy fél időben nem tragédia. A megbeszéltek szerint kellő alázattal tette mindenki a dolgát. Próbáltuk gyakorolni az edzéseken tanultakat, legfőképp ugye a védekezésünkre fókuszáltunk, abból próbáljunk gyors kosarakat szerezni, ami azt hiszem részben sikerült is. Próbáltuk így váltogatni a védekezést, emberfogás és zónát, jól működött, mindenki megtette magáét. Az új esztendő második hetében már elkezdték edzéseiket labdarúgóink. A korai kezdésnek az az oka, hogy azt szeretnék elérni focistáink, hogy minél jobb edzettségi szintet érjenek el ahhoz, hogy a tavaszi rajtot már kellőképpen felkészülve indíthassák. A fagyos idő ellenére a tornatermi erőnléti edzések mellett a szabadban is gyakorolnak a DFC-s fiúk. Erre jó lehetőséget biztosít a tavaly felavatott műfüves pálya, amely a korai sötétedés ellenére, a világításnak köszönhetően biztosítja az edzések színhelyét. Itt a játékosok a támadás és a védekezés számos elemét tudják begyakorolni. Ugyanakkor, noha nem volt igazán probléma az állóképességgel, az edzéseken nagy hangsúlyt kap az erőnléti képességek fokozása is. Egy-két játékos szeretnék igazolni, már csak a frissítés miatt, illetve a létszám miatt is, hogy nagyobb variációs lehetőségem legyen. Elkezdtük az edzéseket, a fiúk jól dolgoznak. Hát ilyenkor a szokásos megvan az, hogy egy-két játékos ugye ingerültem, mert ugye az elején azért várták, hogy rávezető edzések lesznek, de nem azt mondom, hogy belekaptunk egyből a közepébe, de már ugye minden nap volt egy komoly munka. Nyár végén sok új játékos érkezett, sokan közülük dombovári, illetve dombovári kötődésű sportolók. Beilleszkedésük, csatasorba állításuk nem okozott nagyobb problémát, megtalálták helyüket a csapatban. Az őszi szezonban több könnyű pontot is elhulladtunk. A tavaszi évadban ezeket mind be kellene gyűjteni. Nyáron elég sok változás történt a keretben, ugye nagyon sok fiatal játékos érkezett, ami együtt a vele járója annak, hogy ugye ilyen a szereplés, ugye ingadozva az játékuk is, meg ugye az egész csapaté. Hát mindenképpen arra törekszünk, hogy minél előrébb végezzünk a tabellán. Számszerű, nem szeretném mondani, hogy hányadik lenne a reális. Dolgozunk és meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. A cél a lehető legjobb szereplés, és az, hogy a lehető legélvezetesebb élményt nyújtsa csapatunk a mérkőzésekre kilátogató nézők számára. Január 11-én tartották évértékelő találkozójukat városunk atlétái, akik fennállásuk legeredményesebb évét zárták 2018-ban. Egyesületünk legeredményesebb éve volt 2018. Ezzel a megállapítással kezdte évértékelőit Ingula Tamás, a Dovasa elnöke, aki beszédében kiemelte, hogy az előző évek nagyszerű eredményeit 2018-ban tovább sikerült fokozni. A futócsoportunkban is van Tamás Zsófia, aki az év folyamán évelején még országos bajnoki címnek körülhetett, de sajnos utána sérüléssel bajlódott, de most már évvégén elmondható, hogy újra a Tatán a válogatottal tudott edzőtáborban edzeni. Milyen az utánpótlás? Vannak-e még tehetséges fiatalok? Igen. Idei évben is örülhetünk, sőt nemzetközi sikerünk is volt, hiszen Szőke Hédi a magyar gyermekválogatottal volt Lengyelországban, és ott egy kitűnő eredménnyel a távolugrásban első helyezést ért el. A tagság létszáma nem csökkent, 4 szakember irányításával a különböző csoportokban intenzív munka folyik. A fiatalabb korosztályoknál a fő cél az egészséges életmódra nevelés, a mozgás megszerettetése.
A tavaly esztendő soha nem látott eredményeket hozott. Több korosztályos válogatottunk lett, akik nemzetközi versenyeken bizonyították tehetségüket. A legkiemelkedőbb teljesítményt Tar Imre sprinterei produkálták. Az edző szerint ebbe több tényező is szerepet játszott. Most én is nem aprózódok szét, tehát nem foglalkozom, most gyakorlatilag csak rövid távfutóim vannak. A másik, hogy elkészült a pálya a parkba, tehát magyarul tudunk gyorsan futni, mert előtte nem tudtunk, mert a DVS-e pálya az kőkemény, abban nem lehet futni, a szögesben nem lehet. A park meg ugye hát azért egyenletlen, tehát annyira nem, hogy nagy sebességű futásokat bírja, és hát így nehéz volt. Két tanítványa, Göbjös Csenge és Farkas Bence, idén az U18-as atlétikai Európa-bajnokságon szerepeltek. Nagyon sokat dolgoztam rajta, és rengeteg munka van benne, hogy én ide jutottam. Persze a szerencse is, meg az edzőm szerint tehetséges vagyok, és ezért is sikerült ez az év ilyen jól. Reméljük a jövő év is ilyen jó lesz. Mire vagy a legbüszkébb? Az Európa-bajnokságra, a hazai EB-re. Nagyon örülök, hogy kijutottam, és hogy így teljesítettem, és helytáltam. Bence felnőve a nehéz feladathoz Európa leggyorsabb ifjúsági sprinterei közé verekedte be magát, és legfiatalabbként futott a 200 méteres táv döntőjében. A tehetséges és szorgalmas fiú kvalifikálta magát az argentinai Buenos Airesben októberben megrendezésre került ifjúsági olimpiára, ahol a legjobbak között futva korosztálynak 36 éve fennálló országos csúcsát döntötte meg fantasztikus sprintjével. Nagyon jól éltem, úgymondva, hogy milyen sikert szereztem, meg úgymondva, hát örültem is neki, de remélem most idén is meg tudom csinálni ugyanezt az eredményt, mint tavaly, remélem sikerülni fog. Az évértékelőn felszól a Szabó Loránd polgármester is, aki kihangsúlyozta, hogy városunk sportéletében továbbra is megkülönböztetett hangsúllyal szerepel az atlétika. A kivívott eredményeknek köszönhetően a város továbbra is kiemelkedő módon segíti atlétáink munkáját. Az évértékelőn megerősítették az eddigi út tovább folytatását, sor került az eredményes sportolók elismerésére, jutalmazására is. További híreinket a Dombó TV és a 7200 Facebook oldalán, valamint a dombomedia.hu weboldalon tekinthetik meg. Most nézzük meg még egyszer röviden híradónk tartalmát. Folytatódik a városrehabilitáció, infrastrukturális fejlesztés és felzárkóztatás indul a Szigetsor vasút szegregátumban. Szakmai képzéseket szerveznek pályázati forrásból, aláírták a szerződést a projektet lebonyolító céggel. Már gyakorolnak a borbírák, februárban értékelik a 35. dombóvári borverseny nedűit. Kedves nézőink, ennyi fért híradónk mai adásába, legközelebb is várom Önöket, viszontlátásra!